Képességgel a Fabrikák klubjában. Egy picivel több fényt, hogy a már nem ránk, hanem a közönségben. Mit mindig megkérdezem, hogy van-e valaki, aki először van itt? Ettől én sem mondjuk a bevezető két emberért. Ugye a zsidó Bibliáról van itt szó, én már negyedik éve, és négy év alatt megtárgyaltuk azt, hogy a zsidók hogy kerültek el Egyiptomba, hogy szabadultak ki Egyiptomból, hogy vándoroltak 40 évig a sivatagban, hogy történt a honfoglalás, a Kánaán elfoglalása, és aztán elkezdtek királyokat választani. És az első király Saul volt, a második király Dávid, és a harmadik király Salamon volt, úgyhogy az utolsó órán Salamonról beszéltünk. De megbeszéltük azt, hogy Salamon idejében volt a zsidóság aranykora, felvilágoztatta az országot, a gazdaságot, hajóparkot épített, tudományt, művészetet, minden békében élt az ország, tehát lehet azt mondani, hogy a zsidóság aranykora volt. Azt is elmondtuk, hogy a bölcsességéről sokat beszéltünk, de leginkább a nőiről. Nem is tudom számítani, hogy ezer nője volt, 700 első osztályú, 300. Itt fejeztük be múltból. Semmi befolyása nincs az örökkévalónak, csak büntetni tud azt is utólag. Vagy pedig egy ilyen magasztos eszméről van szó, hogy Salamonnak is, mint minden embernek saját döntése, szabad akarata. Lehet, hogy erről volt szó, de ha volt szó, akkor sem baj, hogy ezt megismételjük. Úgyhogy, ha lett volna szó, nézzék el nekem. Ez kulcs kérdés. Az egész zsidó hagyományban, az egész zsidó felfogásban, a zsidó gondolkodásban, bizonyos esetben azt kell mondanom, hogy a zsidó bölcseletben, a zsidó politika filozófiában mind a mai napig van a kérdés, a szabad akarat kérdése. Tehát itt egy olyan Istenről beszél ez a zsidó hagyomány, amely Isten szemben az rókori kelet más isteneivel, vagy szemben a görög római istenekkel, azokkal az istenekkel, tehát akik kimérték a sorsot, kimérték a fátumot, a végzetet az emberre, és bármit próbált az ember megtenni, hogy Tipus királyra gondoljunk, bármit próbál megtenni, küzdött, saját kezére akarta venni a saját sorsának az irányítását, stb. Nem sikerült. Nem is az a legnagyobb újdonság, hogy a zsidóság monoteista. Persze, hogy hatalmas újdonság, de ne csináljuk le, több dologról van szó, ebből visszatérhetünk. De legalább ekkora újdonság ez a gondolkodásmód, vagyis az, hogy először is szabad akarattal rendelkező embert teremt az örökkévaló, a szabadságodnak egy részéről azért kell lemondanod, hogy megkapd a szabadságot másoktól is. És így tovább is itt tovább. Tehát én értemben befolyásolja. De olyan értemben nem, hogy meghagyja az embernek a szabad döntést, és ez óriási dolog. A héber Bibliában, hát most pontos számot nem tudok mondani, körülbelül 160-szor, de talán még többször is, elhangzik az a felszólítás, hogy az említ a Záhóver parancsol, az emlékez parancsolata, emlékeznek kell. Ugyanis egy olyan ember, aki kockáztat, aki dönt, aki szabadon választ, és ebben a szabad választásban benne van az, hogy esetleg rosszul választok, esetleg tévedek, esetleg hibázom. De egy ilyen embernek van múltja. Annak az embernek, aki a fátum a végzet, a sors pofozókét, annak nincs múltja. Annak folyamatos jelenne van, és a jelent mindig elszenvedi. Salamon ugye látjuk, hogy hát nagyszerű államférfi lehetett. Emellett nagyon komoly irodalmi tevékenysége volt, van, maradt fent.
ugye állítólag ő írta meg az énekek énekét, ami a világiratban egyik, hanem a legszebb szerelmi dalok költeménye. Ezt fiatalon írta meg, aztán középkorban, életkorban megírta a párbeszédek könyvét, ami vagy példabeszédek könyvét, ami tulajdonképpen egy iránytű útmutatás arra, hogy hogy kell élnünk, hogy kell gondolkodnunk. Hát ez fantasztikus, van egy ilyen kézikönyv. Majd aztán később meglátjuk, hogy ezt mennyire tudjuk használni. És aztán időskorban pedig megírta a Prédikátorok könyvét. Hát itt már csalódott, öreg, és hát arra következtetésre jut, hogy hát nincs más örök, mint az egészsívás és eddigi fáradtságok gyümölcsének az élvezése. Hogy tényleg Salmó volt a legnagyobb király? Hogy értékelendő? Hihetetlen képességekkel rendelkező emberről van szó. Milyen érdekes, hogy a hagyomány, mindenféle hagyomány, tehát egy Izraelen belül és Izraelen kívüli hagyomány is úgy ismeri, mint a bölcs Salamon. Tehát van egy állandó jel, tehát jó, még egyet hadd mondjak, ez is nagyon érdekes, tudjuk azt, hogy Salamonnak mennyi lova volt, nyilván nagyon sok lova volt, tehát nem csak nőkben, hanem lovakban is gazdag emberről beszélünk. A salamoni istállókról a Biblia is beszámol. Na most megtalálták ezeket az istállókat, kiástak egy olyan istállót, ahova teljesen egyértelműen 150-160 ló simán elejében. Micsoda viták vannak történetesen, az éneke, az egyik legvitatottabb szöveg, hogy egyáltalán bevehető ez a Szent Kánon, hogy sok-sok-sok évszázadon át gyűlt ez az anyag. Biztos, hogy vagy elképzelhető, hogy vannak olyan részei, amelyeket még Salamonnak tulajdoníthatunk, de egyébként a nyelvi rétegződés szépen követhető a szövegben, tehát vannak teljes a marai kis elemei szóhasználatban, a nyelvtani rendszerében is vannak sokkal modernebbek. Az énekek énekének mi a tartalma? Ugye az eddigek folyamán arra gondolhatok, hát mi, hát szerepel. Hát úgy látom, amint egy kicsit foglalkoztam be, úgy látom, hogy ez egy borzasztó összetett kérdés, nem tudjuk pontosan, hogy miről szól. Több variáció, meg több réteg van. Ugye az egyik elképzelés az, hogy ez tényleg Salamon és egy nőnek, egy sulamitai nőnek a szerelme. Ez az egyik variáció, hogy vajon erről szól-e. Egy másik variáció, hogy ne erről szól-e sulamitai Salamon szerelme, hanem a szerelemről, a férfi, a nő szerelméről. Harmadik variáció, hogy dehogy erről szól. Ennek átvitt értelemben az örökkévaló és az ember szerelméről. Vagy az örökkévaló és Jeruzsálem szerelméről. Van még egy pár fokozat, átadom a szót. A férfi és a nő szerelme, együttléte, egyesülése valami egészen másról szól. Mégpedig arról, amit te mondtál, az örökkévalónak és a népnek szerelméről, az örökkévalónak és a népnek az egyesüléséről. Itt tehát az történik, hogy még az uralkodó, még Salamon, aki mindennek az ura, a legnagyobb építkezéseknek, a robotmunkáknak, az adózásoknak is az ura, a szerelemnek, a szabad választásnak nem tud ura lenni. Nem lehet az ura. Tehát megkapja a lány, a szerelmes, a szabad választás lehetőségét, Salamon kénytelen biztosítani, mert pontosan tudja azt, hogy abban a héber Bibliában, ahol rengeteg parancsolatot olvashatunk, számtalan parancsolatot, egy parancsolatot nem olvashatunk. Nem lehet a szerelmet parancsolni. A szerelmet szabadon lehet választani. Ugye? Parancsba adni nem lehet. És ez van, amit Salamon pontosan tud. Helyesebben az egész szöveg pontosan. Fordul, hogy a szerelmem jobb a bornál. Ez egy központi kérdés, hogy a bor látszik a kiindulási alap, az nagyon-nagyon jó, de ez a szerelem még annál is jó. Hát valószínűleg Cseh földön a sörnél.
Egyébként valóban nagyon jó megfigyelés, ezért mondtam, hogy a hasonlatok hihetetlen fontosak, gyönyörű szépek, nagyon fontosak, tűnyugodnak zavatokban. De szóval érzékivé teszi a szerelmet. Tehát nem, ezt a szerelmet nem úgy ábrázolja, mondd a szöveg, hogy a melleid, vagy a kelleid, mint a... Szök változatlan arra, mint a kelleid. Igen. Szóval érzékivé teszi a szöveget. Tehát nem lefed, nem szemérmeskedik, hanem hát a szerelemhez ilyen. A kellek is hozzátartoznak, az érzékiség, az illat, a minden. Hát hiszen mi is azt mondjuk, hogy drágám, meg zaválnak, úgy szeretek. Szóval ez az érzéki élmény, ez az érzéki gyönyör, az ami, ez hát a bók is egyfajta érzéki élmény, érzéki gyönyör, zamata van, zsöge. Tudjuk azt, hogy ágy, onnan indul a szöveg. Ágy, éjjel, a gondolatok, a vágy, ugye? És nincs ott a másik. Szóval elképesztően érzéki és hiteles a szöveg. Igen, este a magányban az ágyúrban szokott különösen hiányozni a másik. Ott érezzük meg igazából a másik hiányát. Milyen jó, hogy egy magyar költőt tudunk itt idézni, szóval amikor a magyar költő azt írja, hogy bejáratom termékeny tested lankás tájai. Na most ez a lankás táj, ami a testre vonatkozik, mint ez a lankás táj, a szerelmeseknek ugyanúgy a testére vonatkozik. Tehát szinte érzékelhető ez a ritmikus mozgás, mozdulatsor, stb. Ritmus, aminek csak napos szerepe van, érzéki szerepe van. Csípőd vonalai ékszerekhez hasonlóak, művészi kéz alkotásai, köldökött kerek csésze, melyből nem hiányzik a fűszeres bor. Termetett pálmához hasonló, mellei szőlőfürtökhöz. Olyanok a mellett, mint a szőlőfürtök, leheleted, mint az alma illata, ajka tüze, mint a legjobb poré. Köldökött emleget, hanem az öltájékát. A bizony abban a csészébe, ám egy hölgy esetében más is belefér. Tehát rettenetesen érzéki a szöveg, ezt akarom csak mondani. Még egyszer mondom, utána nézek, szeretnék pontatlan lenni, de szinte biztos, hogy ez Hát sok-sok oldal van, úgyhogy a hosszú nyári vakációban ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el az énekek énekét, mi pedig legközelebb szeptemberben folytatjuk. Thank you.